No, hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit! Az előző dallal a rendvédelmi erőket, a rendőröket köszöntöttük. A múlt csütörtöki demo óta ez lett az új szokásunk, hogy a demót ezzel fogjuk kezdeni valószínű újból és újból. Bízunk abban és tudjuk, hogy több ezer rendőr velünk van, már ez egy éve körülbelül így néz ki, és bízunk benne, hogy vér nélkül úgy tudjuk ezt az átmenetet megoldani, hogy mindenkinek jó legyen, mindenki megszabaduljon, és az ilyen tróger trócsányik, akik itt laknak most velem éppen szembe mögöttetek, ezek pedig eltakarodjanak a közéletből. Múlt héten kitiltottuk Kövér Lászlót, most Trócsányi következik, de majd mindjárt beszélünk arról, hogy miért. A részvevőket is köszöntem, a média képviselőit is köszöntem, és köszöntjük a haverokat, mert bár elbújtak itt a csomagtartóba, de Trócsányihoz nem csak mi jöttünk, hanem itt vannak a haverok. Gyorsan, gyorsan, ne bújjanak! Tegyétek ki! Tehát itt vannak Trócsányi haverjai is, bűnözők, bankárok, politikusok, rablók, így van, akik feltett szándékuk, hogy Magyarországot kifosszák. Trócsányi, és amiért mi ide jöttünk, bankmentő törvényeket jegyzi, amiket ugye adósmentőnek neveznek, de közben a bankokat menti úgy, ahogy van. Ugye látják itt a haverjai is, hogy bizony őrájuk is ugyanez vár, ugye Orbán Viktor ezt már megtapasztalta, egy hónapig dekkoltunk a házánál, a többiek pedig a bankjuk révén kapták meg ezt. De amint bárkitől megkapjuk ezeknek a mocskoknak a címét, és itt nekünk elérhető, akkor nyilván fel fogjuk keresni őket is a lakásukon. Így van, ezek a törvények, amiket most hoznak, ezek a lopott pénzből egy nagyon keveset akarnak visszaadni. De mi az egész lopott pénzt akarjuk? Egy pillanat, technikai.